Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, melyek azok a kiadások, amik most bevételt termelnek neked. Én nyitom az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve megnyit a webáruházam is. Gyere, nézd meg, ott van az összes anyagom. Ezek nagyon fontos kérdések, mert ugye most azért vásárra készülünk. Remélem, hogy arra készül most már mindenki, aki néz engem, mert el fog jönni. Szerintem jobban hiszek benne, mint a télapóban, vagy a Jézuskában. És nagyon sok ember, most mondok egy példát, ugye, tehát milyen kiadásokon kurtít, például marketing kiadásokon. Ez miért nem jó? Mert úgy szerzel, marketinggel, reklámmal tudsz új ügyfeleket szerezni. Tehát ez nem biztos, hogy a legjobb az, hogy azt mondod, hogy ezt abba hagyom, mert ez most nem olyan fontos, a napi dolgokban esetleg nem kell. Még esetleg úgy is érezheted, hogy van elég ügyfeled, de előbb-utóbb az ügyfeleket kiszolgálod, elfogynak, vagy csak jóval később fognak tőled vásárolni. A másik ilyen fontos dolog, amivel mondjuk akár a termelő eszközeidet eladod, tehát mondok egy példát, mondjuk volt egy pont, Douglas Erhárítót akartam hívni, az kiderült, hogy már nem csinálja, mert eladta a cuccait, tehát ez is egy, nem illik ilyet csinálni, jó? Lehet, hogy másba akar kezdeni, tehát most ezt tegyük félre, de úgy gondolom, hogy azokat az eszközöket, amivel te pénzt keresel, és ez a kettő az egyik legfontosabb, azt nem illik eladni. Ne add el, hanem igenis használd, mert könnyen lehet, hogy szükséged lesz rá. Egy ilyen azonnali pénzkereseti lehetőséget én azt mondom, hogy nem szabad eladni, nem szabad megszabadulni tőle, hanem igenis tartsd meg, és használd, jó? Még egyszer, a marketing kiadások azért, mert új ügyfeleket, tulajdonképpen a legtöbb ember, én is nyilván valamilyen szintű reklámmal tudok csinálni. Ez lehet SEO, vagy pedig fizetett hirdetés, tehát most, hogyha nem vagy otthon a SEO-ba, akkor marad a fizetett hirdetés. De én úgy gondolom, hogy a fizetett hirdetést én, ahogy ismerem, így körülnézek, tehát mindenki használja, ezen szoktak csökkenteni egyébként, ezzel mondom még egyszer, tessék vigyázni, és amivel most azonnal te pénzt tudsz keresni, azt se add el. Nekem is volt egy ilyen, hát még ez már ilyen 10 éves történet, még vagyonvédelmi koromban őriztem egy helyet, és tehát mondták, hogy túl drága vagyok nekik. És akkor volt ilyen honlapom, ilyen vállalatirányítási rendszer, tehát tulajdonképpen mindent látott rajta megbízó, hogy ki mit csinál, milyen autó van bent, ki van bent, ki hol van, stb. És mondta, hogy hát habár engem kitesz, de ezért a rendszeremért ad nekem 400 ezer forintot, én persze kiröhögtem és elküldtem, és kérdeztem, miért neked nem kell a pénz, mondom, figyelj, ez olyan piaci előny, amit igazából, akit te most odahozott, 10 év múlva se ér oda. Mondom, nem fogok erről lemondani. De ő megveszi. Mondom, nem fogod megvenni, mert nem fogom eladni. Tehát ezt így tessék nézni, hogy ami neked most piaci előnyt hoz például, attól ne akarjál megszabadulni, mert csak a pénzt látod, a lehető legrosszabbat teszed magaddal. Kicsit itt megint egy icipicit hosszabb távon kell gondolkodni, meg persze rövid távon is, hogy mivel, hogyan van most azonnal a pénzem. Ez az, amit elmondtam az első kettő, az utolsó pedig hosszabb távon hogyan van folyamatosan pénzem, ezektől ne szabadulj meg, jó? Tegyél magad neked szívességet, akármilyen nehéz a helyzet, ne eztől akard megszabadulni. Add el a gyerekkori plüsmacidat, nem tudom, a feleséget, cipőit, bármit, de ne ettől, mert ebből van pénzed. Oké? Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, csak egy kattintás, és iratkozz fel a hírlevelemre, és még további hírleveleket fogsz tőlem kapni, elsősorban ingatlanos témában. Szia!